Szombaton, augusztus 15-én templombúcsú lesz Mária Radnán, melyen kettős jubileumot ünnepelnek. 500 évvel ezelőtt épült az első kápolna a radnai szőlőben, illetve a templomot 200 évvel ezelőtt konszakrálta gróf Rudnai Sándor esztergomi érsek. Habár idén a járvány miatt nem lehet nagy az esemény, a teljes búcsú elnyerhető. A részletekről nagy tiszteletű Báncsa Csaba sajtóreferest kérdeztem. Augusztus 15-én, nagy boldogasszony napján búcsúra hívják a híveket Mária Radnára. Mi a legfontosabb, idézőesen technikai tudnivaló? Most főleg arra értem, hogy most a járvány miatt mehetnek emberek, vagy nem mehetnek, kell maszk, nem maszk, be lehet menni a templomba, előtte kell végig kísérni a szentmisét. Mit tudnál mondani erről? Hát elsősorban azt, hogy az ünnepi szentmise az 11 órakor fog kezdődni. A Pál József Csaba megyés püspök mutatja be ezt a szentmisét. A szentmisén koncelebrál Antonin Bastler, az olmuci segédpüspök. Ezen az eseményen ugye mindenki azt szerette volna, hogy az idén nagy ünnepéd legyen, és nagy búcsú, mert ugye a bazilika 500 évvel ezelőtt épült az első kápolna Mária Radna szőlőjében, azon a dombon, ahol most a jelenlegi kegytemplom áll. Hát nem búcsú lesz, hanem csak egy egyszerű szentmise, nem tudunk meghirdetni, a püspökség nem tud meghirdetni hát zarándoklatot, hanem csak egy egyszerű szentmise lesz, ahova a hívek bátran jöhetnek, persze a rendelkezéseket betartva, maszkkal és a 2 méter távolság betartásával. Még folyik a közös gondolkodás, hogy mostan bent a bazilikában legyen, vagy kültéren, ez még a napokban fog eldőlni, hogy pontosan hol is lesz megtartva a szentmise, de ez biztos, hogy meg lesz tartva. Valahol online esetleg közvetítitek-e? Tehát lehet-e nézni otthonról esetleg a szentmisét? A Mária Radnai Bazilika Facebook oldala az mindig még a vasárnapi szentmiséket is szokta közvetíteni. Ez úttal is fogja közvetíteni ezt a szentmisét online téren. A kettős évforduló alkalmából a temesvári római katolikus püspökség keretében működő egyházmegyei levéltár és a Marius Montián által képviselt temesmegyei bélyeggyűjtők egyesülete közösen jelentetett meg egy a Román Posta által jóváhagyott speciális bélyegzővel ellátott jubileumi első napi borítékot. A különleges bélyeg minden olyan borítékra rákerül, melyet a Radnai Posta hivatalban adnak fel 2020. augusztus 14-én. Ugyancsak ez alkalommal a püspökségnek a média irodája indított egy sorozat interjút, ahol püspököket, papokat, szerzeteseket, fiatalokat, zarándokokat vagy helyben lakókat kérdezett arról, hogy hogyan élte meg az első találkozást, hogyan jutott el először Mária Radnára, milyen élmények voltak azok, vagy hogyha helyben lakó, hogy hogyan is történtek azok a szállásolások régebben, mikor olyan nagy tömegek mentek Mária Radnára, gyalog, hogy hogyan tudták ellátni az embereket, milyen volt a kapcsolat azokkal, hogyan tartották a kapcsolatot továbbra. A fiatalokat pedig megkérdeztük, hogy milyen élményet értek vissza Mária Radnáról, amikor innen Temesvárról többször is megtették a gyalog az utat. Körülbelül ezekkel készültünk, ugye több mindennel szerettünk volna készülni, de nem lehetséges most a járvány miatt. Tehát akkor a Facebookon mindenki nézze meg, hogy pontosan mik is lesznek az utolsó javaslatok, hogy hogyan is érdemes ezen a búcsón részt venni, fizikailag is, meg lelkileg is. Köszönöm szépen a beszélgetést!